Jó reggelt kívánunk a Pax TV nézőinek! Heti témánk a jelenlét, jelen lenni, láthatónak lenni a mai témánk. Egy igével kezdeném egyből, Róma 8:19, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A sóvárogva várásról jutott eszembe, hogy mekkora dolog az, amikor az ember életében, vagy a mi életünkben is megpillantottuk egymást. De megpillantja az ember a nagy őt, akkor ér át valószínűleg a legnagyobb sóvárgást életében, egy szerelem kapcsán, így fizikálisan a testünkben, akkor érhetjük el. És ami még érdekes volt, hogy nincs szükség magyarázatra. Teljesen egyértelmű lesz minden, hogy ő nekem teremtetett, sóvárgok utána, alig várom, hogy vele legyek. Most ugyanehhez hasonlítja az ige, ezt írja, hogy mert a teremtett világ sóvárogja, várja az Isten fiának megjelenését. Tehát, hogy azt írja az ige, és hogyha belegondolunk, hogy mi is, amiért megtértünk, hogy mennyire fontos volt nekünk is, hogy valami jó dologban legyünk benne, vagy hogy jó dolgot kapjunk, és hogy ugyanennyire sóvárogva várja a világ is, hogy az Isten fiai megjelenjenek. Megjelenjenek talán, lehet, hogy igazságra van szükségük, lehet, hogy szeretetre van szükségük, lehet, hogy gondoskodásra van szükségük, lelki értelemben, de az is lehet, hogy fizikailag van valaki szükségben. Tehát annyi minden gondoskodást rejtez magában Isten fiának lenni, ha csak belegondolunk abba, hogy Isten mennyire gondoskodott rólunk, hogy ennyi mindent adott nekünk már itt a Földön, is, hogy mi lesz majd a mennyben. Az Úr Jézus, ami előtt elment a Földről, hagyott egy parancsot az Apcselek 8-ba, azt olvassuk, és ennek az első részét nagyon szeretjük, hogy végre eljött a Szent Szellem, kitöltetett ránk, és az mit is jelent. De mondott valamit arról, hogy mi fog történni ezáltal. És azt mondja, hogy vesztek erőt, miután eljön a Szent Lélek rájátok, és lesztek nékem tanúim. És ez nagyon fontos kérdés, hogy elhisszük-e azt, hogy ez a küldetésünk, elfogadjuk ez a küldetésünk, hogy mi láthatók legyünk, hogy tanúskodjunk. Nem tudunk úgy tanúskodni, hogy elbújunk, hogy nem vagyunk láthatók. A másik kérdés szerintem az, hogy elhisszük-e ennek a Róma 8:19-nek az első felét, amit az előbb beszéltél, amiről beszéltél, hogy a világ valóban sóvárogva várja. Magyarul elhisszük-e azt, hogy az emberek keresik Istent, hogy Isten keresők az emberek. Ha elhisszük, ha nem, azt láthatjuk, hogy az emberek keresnek valamit. Hogy elindul az életük, és sokszor, mikor bajba keresnek, akkor megtalálnak egy sok minden mást, mert azt gondolják, hogy abban van a megoldás az életükbe. De innen láthatjuk, hogy keresnek. Tehát az első kérdésem az, hogy akik Isten keresők, ők megtalálnak-e bennünket? És a másik kérdésem pedig az magunknak elsősorban, hogy akik megtalálnak bennünket, ők valóban megtalálják-e Jézust? És ez egy kulcskérdés, azt gondolom, a mi küldetésünkben, a mi életünkben. Van egy történet, ami eszembe jut, néhány évvel ezelőtt történt. Egy srác, fiatal ember halálos ágyra került, agyvérzést kapott. Egy olyan emberről van szó, aki előtte soha nem kereste itt tudatosan Istent, nem hívő családba született, és amikor kómában volt, és felébredt a kómából, elmondták utána neki az ápolók, hogy folyamatosan a mi atyánkot imádkozta. És ez annyira megdöbbentette, hogy azt mondta, hogy ő elkezdi tudatosan keresni az Istent. Amiután már felépült, akkor elindult egyik templomba, egyik másik gyülekezetbe, és végigment jó néhány helyen, és valahogy azt érezte, hogy oké, itt vannak, de olyan távol vannak tőlem. Tehát, hogy nem érintette meg semmi. És mondta, hogy akkor beiratkozok egy teológiára. Elment egy teológiára, már egy évet elvégzett, és azt mondta, hogy még mindig nem találtam meg ezt az Istent. Majd pedig ott megismerkedett valakivel, aki elhozta egy gyülekezetbe, és ilyen személyes beszélgetésben egyszer csak rádöbbent, hogy ez az, és át tudta adni az életet Istennek. És ez annyira megdöbbentett ez a példa, hogy vannak olyan emberek, akik keresik Istent, és ilyen nehéz megtalálni, mikor ennyien vagyunk hívők. Vajon láthatóak vagyunk-e? Vajon láthatják az emberek, hogy nálunk a megoldás ott van az életükre? Azt írja a Biblia Lukács 17:21-ben, hogy az Isten országa közöttetek van.
Tehát, hogyha úgy éljük meg a hitünket, hogy hitelesen, tehát, hogyha problémánk van, azt is fölvállaljuk, és ugyanúgy Isten elé visszük, és átélhetjük azt, hogy a problémából az Isten jelenlét az Isten országába megoldódik. Tehát nem csak azt látják, hogy egy falat építünk, és mindig mosolygunk, happy-k vagyunk, hanem engedünk belátást a jelen életünkbe, a láthatónak lenni életünkbe is, mármint olyan szempontból, amit lehet, hogy más a színfal mögé tenne, akkor átélhetjük azt, hogy az Isten országában megoldódnak a problémáink is. Úgyhogy én ezt kívánom a nézőknek, hogy éljék át azt, hogy itt van az Isten országa közöttünk.